Nem létezett olyan zsidó édesanyja, aki nem kívánta volna, hogy gyermeke orvos legyen. Ezzel a gondolattal indította beszédét Aurel Weiner, a zsidó hitközség országos elnöke, aki maga is részt vett azon a szimpóziumon, amely a Lapok a kolozsvári zsidóság történelméből nevet viseli, és amelyre idén 5. alkalommal került sor a Kincses városban. A szervezők ez alkalommal a város egykori híres zsidó orvosainak, valamint a régi zsidó kórháznak állítottak emléket. A mai szimpózión az 5. ebben a ciklusban 2010-től kezdődően annak idén az akkori frissen megválasztott vezetőségnek az az ötletes elképzelése és óhaja adódott, hogy igyekezzünk egy olyan tudományos értekezlet sorozatot megszervezni, amelyben felelevinítjük, felfrissítjük és részletezzük a kolozsvári zsidóság múltját, történetét. Ez akkor az első alkalommal nagyon jól sikerült, és ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy valóban érdemes lesz ezt a sorozatot ciklussá alakítani, és már-már hagyományossá alakítani. Noiam avut mulți evrei medici și trebuie să vă spun că Facultatea de Medicină la Cluj în 44 a fost și foarte receptivă la studenți evrei din România, în general. Au venit din diferite colțuri ale țării și au învățat medicină la Cluj cu celebrii profesori Hațeganu, Goia și alții. De aceea eu consider acest simpozion, mai ales dedicat unei teme de mare importanță, cum e medicina evreilor din Cluj și care au învățat la Cluj. Asta trebuie să reținem și am să o spun. E un motiv serios, am făcut eforturi ca să ajung aici și nu-mi pare rău deloc. Este nevoie ca președintele Federației Comităților Evrei din România să acorde importanța maximă acestui eveniment. A kétnapos előadás sorozat nemzetközi jellegét azok az elvándorolt zsidó előadók képezték, akik a deportálások előtti periódusban családjukkal még Kolozsváron éltek. Ilyen Vas János is, akinek édesapja Vas Zoltán egykoron a város híres fogorvosa volt. Eljöttem Jeruzsálemből Kolozsvára, hogy mutassam be azokat az orvosokat, akiket ismertem, vagy akiről hallottam, és akinek a szüleimnek voltak a barátai, és mutassam be azokat az orvosokat, akik a román és magyar és német orvosokkal együtt kifejlesztették a kolozsvári orvostudományt, és segítettek a betegeknek. Egy nagy része az orvosoknak a zsidókórházban dolgozott, ahol az édesapám dr. Vas Zoltán volt az utolsó igazgató. A Gál György történész beszél majd az első igazgatóról, a professzor Steiner, Pál Steinerről. Én beszélek az utolsó igazgatóról, a dr. Vas Zoltánról, aki az igazgatója volt a kórháznak egész 1948-ig, amikor átvették a kommunisták a kórházat. Egy érdekes helyzet állt elő, hogy mikor a magyar vezető orvosok az első világháború után távoztak, mind egyetemi tanárok, egyetemi adjunktusok voltak, akkor nagyon kevés magyar orvos maradt tulajdonképp Kolozsvárt, viszont számos zsidó orvos az nem ment az egyetemmel, az itt maradt helyben. Na most se a magyar, se a zsidó orvosok nem nagyon mentek az egyetemi klinikákra, ahol többnyire a Kárpátokon túlról érkezett, csak románul beszélő tanárok, tanársegédek voltak, úgyhogy a zsidó orvosok lettek akkor mondhatni a gyógyászat vezető személyiségei Erdélyben körülbelül egy évtizeden át. Hát két legnagyobb tekintélyen rendelkező zsidó orvos volt Steiner a sebész és Elfer Aladár a belgyógyász. A többiek is
általában nagy praxissal rendelkeztek ebben az időben, és mivel ilyen sokan voltak, a Román Egyetemen ők se jutottak tanszékhez, ezért vált szükséges a zsidó kórház felállítása 29-ben, hogy az itt lévő sok zsidó orvos tudjon szervezett keretek közt kórházi osztályon dolgozni. A 20-as évek végén, 30-as évek elején már megjelentek azok a zsidó orvosok, akik már a Román Egyetemen tanultak, és ők már egy más világot képviseltek a gyógyászatban. A 2016. szeptember 27-én zajló konferencián több neves történész, kutató is jelen volt, és előadásaikkal hozzájárultak a két világháború közötti kolozsvári zsidó orvosi világ feltárásához, kutatási terület, amely, mint elhangzott, csak részleteiben van feldolgozva. A Szép Művészeti Múzeumban tartott rendezvényen mutatták be azt a kötetet is, amely a tavalyi szimpózium előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A hagyomány szerint az idei előadásokat is könyvbe szerkesztik, hogy az elhangzott információk megmaradhassanak az utókor számára. Gondolom, hogy majd a kötet, amelyik megjelenik, szerencsésen fogja ötvözni a kolozsvári zsidó orvos személyiségek és a kolozsvári zsidó intézmények szerepét az itteni annyira jól ismert orvosi életben. Este foarte cunoscut faptul că izraeliții în general au avut o plecare deosebită spre fenomene, spre implicări în aspecte sociale, cum ar fi cel medical. Este un lucru aproape cunoscut, în fiecare familie se știe că nu există localitate urbană în care să nu existe nume de renume, cel puțin pentru anii, până prin anii 70-80, de medici cu nume evreiesc. Ca atare, noi am încercat să punem în formule științifice acest aspect și mă bucur de această prezență numeroasă aici la Cluj de cercetători ai fenomenului medical îndeoseb și în special a implicării evreilor în sistemul medical românesc, ca atare cercetători veniți din Israel, din Ungaria, oameni extrem de importanți, dacă vă uitați pe program veți vedea că sunt nume sonore ale științe medicale, chiar mondiale. A rendezvény egyediségét egy egynapos kiállítás szolgáltatta, valamint egy archív videófelvétel a kolozsvári zsidókórház megnyitó eseményéről. A kiállítás egy napig volt látható a Szép Művészeti Múzeumban. Itt a múzeumban egy egyedi kiállítást látnak. Nagyon sok régi dokumentum van kiállítva, ami a kolozsvári zsidó orvosoknak a tanulmányait és az életét mutatja be. A legérdekesebb talán az a film, ami 1931-ben készült a zsidókórház megnyitásán, amikor a helybeli nagyon fontos orvosok, nagyon fontos személyiségek eljöttek, és azt hitték, hogy az előttük álló jövő az nagyon rózsás. Tulajdonképpen a zsidókórház 1931 és 1944, és utána 1945 és 1948 között működött. A deportálás alatt feloszlatták a kórházat, és a legtöbb zsidó orvos megjárta a holokauszt poklát, és 48-ban a kommunista rezsim feloszlatta a zsidó kórházat. Tulajdonképpen a kolozsvári zsidó orvosoknak a legszebb és legérdekesebb időszaka 15 évig tartott. Nagyon sok érdekes diploma van kiállítva, az első orvosok, akik a Kolozsvári Egyetemen végezték a tanulmányaikat, és itt be vannak mutatva olyan diplomák, amik 1922-23-25-ben voltak kiállítva a Kolozsvári Egyetemen, de itt van egy bázeli diploma is, egy kolozsvári híres orvosnak a diplomája, és olyan dokumentumok, amik azt is bemutatják, hogy a zsidókórház életében voltak kulturális rendezvények is, és olyan dokumentumok, amik megmutatják, hogy a magyar hatóságok visszautasítottak egy zsidó orvost, aki az orvosi kamarába akar belépni. Tehát tulajdonképpen a zsidó orvosok, a zsidó orvostannak a történelme Kolozsváron felvázolva egy pár vitrin alatt.
Az előadások következtetéseként elmondható, hogy a deportálások előtti Kolozsvár igencsak bővelkedett nagy nevű zsidó orvosokban, akik híres praxisokat építettek ki maguknak, akik elől jártak a kutatásokban, felfedezésekben, és akik hozzáadott értéket képviseltek a kincses város életében, történelmében.